Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez konkrétan azt jelenti, hogy három vagy négy patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem volt, tehát nem voltak nőügyek, ő csak bement az éjszakai helyre, és mondta, hogy francia pezsgő kaviár mindenkinek. Fizetni szeretett, na. Mondom, hogy ez a típus megszűnt. Mácsai Pál olyan tökéletesen adta elő Örkény István életét egyes szám első személyben, hogy az előadás alatt az volt az ember érzete, kettesben ül az íróval a szobájában, és ő a karosszékéből mesél magáról. Beleélve, átélve, humorral itatva adta elő az Azt meséld el, Pista című monológot Mácsai Pál. Több mint két évtizede idézi meg Örkényt, ez utóbbi évek legsikeresebb egyszemélyes színházi előadása. Úgy hat, mintha én lennék az Örkény szakértő az országban, amit persze én visszautasítok, mert más sokkal jobban ért hozzá, mint én. Másrészt meg hát én más írókat is szeretek, ám nem csak őt, de mégis úgy alakult az életem, a szakmai életem, és nem kis részben ennek a mai esnek a következtében, hogy nagyon szoros kapcsolatom van az ő életművével. Én őt magát nem ismertem már. És hát ezzel az előadással pedig igazán szoros kapcsolatom van, tehát ez nyilván az én életemnek egy ilyen ritka tüneménye, vagy adománya, vagy sikere, vagy lehetősége ez az előadás. Hát most már több mint 600-szor játszottam, és 20-valahány éve, 23, igen, éve van színpadon, és mindenféle nézőtér ugyanolyan érdeklődéssel figyeli, tehát ezt szoktam mondani, ezt a példát, hogy egyszer a Tudományos Akadémiának a közgyűlése kapcsán ezt elmondtam ott, ezt az estet, és hát ott ugye nagyon kiművelt emberfők sokasága van, és nagyon tetszett nekik. És másnap mentem Nádudvarra a könyvtárban, ahol valamitől nem működött a fűtés, és ott ültek túlzással persze, de valójában mégiscsak subában, gubában a hortobágyi emberek, akik egyáltalán nem a tudományos vagy a művészeti elit tagjai, hanem dolgozók és nehezebb körülmények között, és ősibb körülmények között élő és gondolkodó és tapasztaló nézők. És azt kell mondanom, hogy sokkal érzékenyebb, finomabb és eltaláltabb közönség volt, mint akár a Tudományos Akadémia beli. Tehát Örkény olyasmit tud rólunk, emberekről, és különösen rólunk magyarokról, amit nagyon kevesen mindenkit eltalál. Persze a műfaj az egy ismert műfaj, hát ülök egy széken és jártatom a szám, tehát mesélek, azért ez a címe, hogy azt meséld el, Pista, és ez egy olyan ősi, drámai műfaj. Hát az írásbeliség előtt évtizedeken át ez volt a hagyomány átadása, hogy egy ember, akinek jó mesélőkéje van, és itt Örkényre gondolok, nem magamra. Amúgy pedig Örkény, hát nagyon érdekes, szóval ugye 40 évvel ezelőtt halt meg, 79-ben és nyár elején, tehát pont 40 éve. És mégis, noha ez az a kor, amikor a halott szerző már még nem elég régi ahhoz, hogy olyan igazi klasszikussá nemesüljön, tananyag és hagyományok és utcanevek és szobrok és mit tudom én, színházi bemutató sorával, és hát nem elég új ahhoz, hogy kortársnak érezzük, tehát a tetsz halál állapotában szokott lenni a 40 évvel korábban meghalt szerző. Örkényre ez egyáltalán nem igaz. Tehát nem csak játsszák a darabjait, nem csak megtermékenyíti a fiatalabbakat, nem csak érettségítéttel, hanem mindenekelőtt olvassák, ami azért mégiscsak a legtöbb, ami egy íróval történhet. Az egy nagyon tiszta és rejtekezően érzelmes gondolkodás az Örkénye, és azzal én teljesen tudok azonosulni. Nem vagyok képes olyan tiszta gondolkodásra, mint ő. Egy természettudományos alapú gondolkodás, ahogy mondja magáról, hát ő mégis kémikus alapvetően. Másrészt pedig az a rejtekező érzelmesség, amit humorba, gúnyba és szarkazmusba, iróniába, groteszkbe nem is csomagol, hanem egy lényegű vele, az jellemző rám. De hát persze nem azon a színvonalon, ahogy az övé, hanem egy köznapibb módon. Van még egy új összeállítás, ami az egyperceseiből született, és hát ezen kívül dolgozom a színházban, rendezek és játszom. Jövőre például Brechtet fogok rendezni, és a Rómeó és Júliának egy átiratában, egy verziójában fogom játszani Lőrinc barátot, amit Bodó Viktor rendez, az a címe, hogy Kertész utcai Shakespeare mosó, és ez azt az új trendet követi, hogy a fiatal szerzők, ez Závada Péter,
Átírják az eredeti anyagot, ez egy létező lehetőség, és egy teljesen mai történetet kreálnak, pont azzal, azokkal a fordulatokkal, amiket a Rómeó és Júliából ismerünk. Tehát ez a klasszikusoknak egy nem leporolása, hanem teljesen újrafogalmazása. Filmeken szoktak ilyet csinálni. Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Sokoldalú művészként tartják számon, aki egész életében védte magánéletét, most is csak keveset árult el belőle. Nincsen szabad időm, úgymond, tehát amit szabadidőnek nevezünk, az nyilván a családi élet lenne, és hát az amennyi csak lehet, és ez nyilván az ideálisnál sokkal-sokkal kevesebb, azt a gyerekeimmel, meg a feleségemmel igyekszem tölteni, akik a lányom az 9 éves, a fiam 15, tehát pont rászorulnak egy apára, aki viszonylag keveset adja magát, nem beszélve a feleségemről, akinek szintén szüksége volna egy férjre, aki nem csak a színházban van, és éjfélkor hazaér, és időnként hazatelefonál, hanem jelen is van. Hát majd nyáron így lesz, erre szoktam figyelni, hogy nyáron ne dolgozzam, kivéve ha igen. Tudni kell, hogy én nekem sajnos nincs nagy zenei hallásom, de apámnak abszolút nem volt. Tehát a harangkongás nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni, és ez nem vicc, ez nem zenét. A tapasztalat, onnan tudjuk, hogy egyszer építkeztek a szomszédban, szögeltek valami deszkát, kérte a levest, azt hitte délben.